Közmeghallgatás. A közlekedés és a parkolás veti fel a legtöbb kérdést a hegyvidéken. Fogaskerekű. Az újraindítás valószínű, de a pótlásért is meg kellett küzdeni. Régi új programok. A kulturális szalon több momkultos rendezvényt is befogad januártól. Önök a Budai Híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Ma átadták a Lánchíd felújított útpályáját, amelyet egyelőre a buszok, a taxik, a motorosok és a kerékpárosok használhatnak. A gyalogosoknak még várniuk kell, hogy a járdát is használhassák. A Lánchidat 2021. június 16-án zárták le a forgalom elől, a gyalogos forgalmat pedig már március közepétől korlátozták, hogy a felújítást elő tudják készíteni. Tavaly nyáron aztán elszállították a kőoroszlánokat, majd elkezdődött a híd pálya szerkezetének bontása, és a régi vasbeton helyett Csepelen gyártott acélpályalemezeket építettek be. A munka télen sem állt le, többek között a lánccsatornákban, lánckamrában folyt a korrózióvédelem. Idén tavasszal megkezdték az acélpályatáblák korrózióvédelmét, ezzel párhuzamosan folyt a pilonok gránit és mészkő felületeinek helyreállítása. Őszre visszakerültek az újjászületett oroszlánok, és megkezdődött a felújítás első szakaszának befejező epizódja, az útpálya végleges kiépítése, amellyel a tervek szerint elkészültek. A 380 méteres híd egyelőre csak járműveket fogad, a gyalogosok 2023 őszén vehetik birtokukba a gyalogjárdákat. A felújítás 27 milliárd forintba kerül. A Lánchíd részleges átadása jobb lehetőségeket teremt azoknak a lakóknak is, akik január közepétől ismét a 105-ös busszal tudnak közlekedni, annak régi nyomvonalán. A főváros által ideiglenesen leállított fogaskerekű pótlásáról és a fogas jövőjéről is sok szó esett a szokásos éves közmeghallgatáson, amelyen személyesen és elektronikus felületeken feltett kérdésekre is választ kaptak a 12. kerületben élők. A legtöbb felvetés a különböző közlekedési és parkolási lehetőségekről szólt, de többen érdeklődtek a Böszörményi úti beruházásról és az építészeti tervekről is. A hegyvidéki lakók elsősorban a közlekedés és a parkolás jövőjéről kérdeztek, de szó esett a Testnevelési Egyetem most folyó beruházásáról, csak úgy, mint a helyi építési szabályokról, azon a közmeghallgatáson, amelyen a hegyvidéki önkormányzat szakértői adtak választ az itt élők online és személyesen is feltett kérdéseire. A kérdezők között sokan voltak, akik a sanyarú sorsú fogaskerekű jövőjéről érdeklődtek. A Rőzse utcában lakó Harsányi Hajnalka is a fogas lehető leggyorsabb üzembeállítását szorgalmazta. A világon sehol nincs olyan hely, ahol a város szívében van egy hegy. Ráadásul egy olyan hegy, amit meg lehet ezzel a kis különleges piros eszközzel közelíteni, ezt meg kéne becsülni, és szerintem nagyon hálát kéne adnunk annak, hogy eddig is működött. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha a fogaskerekű járna, mert a busz ez lehetetlen állapot. A Hegyvidék TV az elmúlt hetekben többször is beszámolt arról, hogy a fogaskerekű buszpótlása az utóbbi hónapokban szinte lehetetlenné tette a hegyen élők közlekedését. Közben a fogaskerekű végleges bezárásáról is szányra kaptak hírek. Éppen ezért Pokorni Zoltán a fővárosi közgyűlés elé vitte az ügyet. A fővárosi közgyűlés végül is úgy döntött a legutóbbi megelőző ülésén, tehát a novemberi ülésén, hogy szavát adja, hogy Isten bizony ki fog nyitni a fogaskerekű áprilisban. Nem igazok azok a petykák, vagy azok a híresztelések, hogy végképp be akarja zárni a VKV vagy a BKK a fogaskereküt. Noha elavult, noha jelentős felújításra szorul, és ez elég drága mulatság. Az önkormányzat vezetője a napokban egyeztettek a BKK vezérigazgatójával is, és a korábban kriminálisnak ítélt telefonon hívható pótlóbuszok ügyében is jelentős előrehaladás történt. A tavasszal újrainduló fogaskerekű újjáépítéséről, illetve a vágányok meghosszabbításáról is kérdeztek a lakók. A meghosszabbítás azért fontos, hogy valóban ne csak kiránduló járatként, hanem hivatás rendi járatként is, viszonylatként, ezt a szót tanultam az utóbbi években, viszonylatként is működjön, azaz a metró megállótól vigye föl az ott lakókat, a hegyen lakókat egészen a, ha kell, a Normafáig. Hétvégén pedig nyilvánvalóan a számtalan kirándulónak nyújt lehetőséget. Csendesebb, gyorsabb, kiszámíthatóbb közlekedési eszköz lesz. És ha már szóba estek a kirándulók, akkor egy ideillő kérdéssel folytatjuk, hiszen a Mátyás király úton élő Heltai András azt kifogásolta, hogy a terebiciklikkel, azaz downhill kerékpárokkal életveszélyesen közlekednek a fiatalok a Normafa sétáló útjain, és ebből egyre több konfliktus származik. A kérdező a betiltást szorgalmazta.
Ezt nem kell betiltani, mert ez tilos. Tehát jelenleg a normafa természetvédelmi terület. Természetvédelmi területen csak a kijelölt kerékpáros útvonalakon lehet menni. Kijelölt kerékpáros útvonal a Tündérhegyi út, Mátyás király út, bár az már benn van a városban, Jánoshegyi út, illetve hát ott végig a gerince. Ezek vannak kijelölve, itt lehetne kerékpározni. Teljesen illegális az erdőben lefelé menni. A Normafa Park vezetője elmondta, hogy az érintett területen csak a Nemzeti Park természetvédelmi őrszolgálata bírságolhat. Ezzel együtt kerékpáros és civil szervezetekkel is folyik az egyeztetés, de úgy tűnik csak az hozhat eredményt, ha elkészül az újjáépített libegő, amelyen kerékpárokat is lehet majd szállítani, és ha ez meg lesz, akkor építhetnek egy külön pályát a hegyi, illetve terepkerékpárosok számára. Az iménti tudósításban már szó esett a fogaskerekűről, illetve arról, hogy sok hegyvidéki életét keseríti meg annak leállítása. A napokban a hegyvidék vezetői jelentős eredményeket értek el azon az egyeztetésen, amelyet a BKK vezetőjével folytattak. A budapesti fogaskerekű a világon szinte egyedülálló közlekedési kuriózum. A 148 évvel ezelőtt indított különleges szerelvény technikai zsenialitását jelzi, hogy még mindig a legjobb, legkörnyezetkímélőbb megoldás a hegyvidék egyes részeinek megközelítéséhez. Ez önmagában is elegendő indok lenne a fogaskerekű modernizálásához és a pálya meghosszabbításához, ám az sem elhanyagolható, hogy a 12. kerület bizonyos utcáiba más járművel nem is lehet eljutni. Éppen ezért okozott felháborodást az érintett budai lakók és a lokálpatrióták körében, amikor a főváros vezetése takarékossági intézkedésre hivatkozva leállította a fogaskerekűt, amelynek üzemeltetési költsége a közlekedési vállalat teljes költségvetésének csak néhány tized százaléka. A főváros vezetésétől kiszivárgó, gyakran egymásnak ellentmondó hírek néhány héttel ezelőtt már a végleges megszüntetésről szóltak, miközben a fogaskerekű helyettesítésére küldött buszjáratokat is ritkította a BKK, illetve megnehezítette azok elérését. A hegyvidéki önkormányzat vezetői többször próbáltak ezen változtatni, ám a főváros vezetői ezt figyelmen kívül hagyták, ezért vitte Pokorni Zoltán a közgyűlés elé az ügyet, és a hegyvidék polgármesterének javaslatát megszavazta a testület. Ennek a határozatnak a legfontosabb eleme, hogy a fogast nem állítják le, hanem tavasszal újraindítják. A másik fontos elem, hogy a BKK vezérigazgatóját egyeztetésre bírták az önkormányzat vezetőivel. A napokban lezajlott egyeztetés kompromisszumos eredményekkel zárult. Bár az igényvezérelt szolgáltatás marad az alapszolgáltatás addig, amíg tavasszal nem indul újra a fogaskerekű, de a reggeli csúcsidőszakban, illetve a délutáni csúcsidőben, amikor a környékbeli iskoláknak a tanulói is iskolába mennek, illetve iskolából jönnek el, egy konkrét menetrendet fognak kiadni, és menetrend szerint fognak telefonos hívás nélkül közlekedni a pótlóbuszok. Ez egyébként majd január 9-től az iskolai szünet utántól fog működni. Az igényvezérelt, azaz telefonon hívható buszjáratok elérése a tapasztalatok szerint bonyolult, illetve nem egy esetben lehetetlen volt. Ezért Pokorni Zoltán és Fonti Krisztina megállapodott a BKK vezetőjével arról, hogy ezeket a feltételes járatokat akár több napra előre is meg lehet rendelni. Egy másik eredmény, hogy a városból a hegyre tartó idős emberek utazása is egyszerűsödik. Én úgy gondolom, hogy egy kulcsfontosságú dolgot értünk el, hogy a Városmajor utcából, ahol a 128-as busz megállójában tulajdonképpen elindul, vagy amellől indul el ez a telebusz lentről, Városmajori gimnázium elől gyakorlatilag, itt abban az esetben is megállnak gyakorlatilag már mától kezdve a sofőrök a busszal, mielőtt elindulnának, hogyha nem kapnak telefonos hívást. Itt megállnak, és abban az esetben, hogyha valaki oda megy, és nem hívta telefonon a szolgáltatást, akkor is elindul vele a busz. A hegyvidékiek érdekeit képviselő vezetők a 105-ös busz menetrendjének módosítását is elérték. A megállapodás szerint január közepétől a korábbi 20 perc helyett 15 percenként követik egymást a járatok. Egyes cégeknél hamarosan változnak az adómértékek. Az Európai Unió tanácsa hivatalosan is elfogadta a Magyarország helyreállítási tervéről és a minimumadóról szóló jogszabályokat. Az utóbbi azt jelenti, hogy a multinacionális és a belföldi nagyvállalatoknak legkevesebb 15%-os társasági adót kell fizetniük a forgalmuk után.
A szomszédban dúló háború és az uniós szankciók miatt megváltoztak a gazdasági feltételek. Ezért a kormány a 2023-as költségvetés módosításán dolgozik. Erről tájékoztatott a pénzügyminiszter. Varga Mihály szerint a korábban elfogadott más gazdasági pályát feltételező jövő évi költségvetést december végéig módosítják. A tárcavezető ígérete szerint az új költségvetés legfőbb célja is a családtámogatások megvédése és a költségvetési hiány csökkentése lesz. Mint arról korábban beszámoltunk, a hegyvidéki önkormányzat továbbra is jelentős támogatást ad a Máltai Szeretetszolgálat hajléktalanmentő akciójához, és ennek keretében fedél nélküli emberek új életkezdését is segítik. A karitatív szervezet, illetve a déli pályaudvarhoz közeleső befogadóhely is felkészült a lehűlés okozta forgalom növekedésre. November 1-én elindult a krízis időszak. Ez a hajléktalanításban egy ilyen felfokozott időszak, amikor többet figyelünk a hajléktalan emberekre. Elsősorban az utcai gondozó szolgálatoknak a működési ideje növekedett, ami azt jelenti, hogy éjjel 2-ig krízisautó járja az utcákat, és lakossági bejelentések után próbálunk segíteni a közterületen élő embereknek. Őket egészségügyi ellátáshoz juttatjuk, szállóra be tudjuk őket szállítani, vagy nappali melegedőbe. Ha pedig nem veszik ezeket igénybe, vagy nem szándékoznak bejönni intézménybe, akkor pedig ilyen életvédelmi felszereléseket biztosítunk számára. Takarót, fóliát, élelmiszert, meleg teát visznek ki a kollégák. Operett-történet programok, valamint művészettörténeti beszélgetések is új otthonra lelnek januártól a Hegyvidéki Kulturális Szalonban. A szalon vezetője azt mondta, hogy az új évben az irodalom, a tudomány, az ismeretterjesztés, a zene és a filmek világában tehetnek izgalmas utazásokat, akik ellátogatnak a szalonba. Az energiaárak emelkedése a hegyvidéki önkormányzat számára is jelentős többletkiadást eredményezett. Éppen ezért a kerületi intézmények is takarékoskodásba kezdtek. A Momkult pedig januártól március végéig nem fogad látogatókat. Az intézmény programjainak egy részét átütemezték, számos rendezvénynek pedig a hegyvidéki kulturális szalon ad majd otthont. Így a Kossuth díjasok és a képmásestek is a szalonba költöznek. A MOM kulturális központból három csodálatos programsorozat jön át, amelyből az első január 19-én kerül megrendezésre Bősze Ádám Páratlan párok operett történeti előadás sorozata, Lehár és Kálmán az első alkalomnak a címe. Mi nagyon várjuk ezt a programot. Én azt gondolom, hogy a MOM kulturális központ közönsége, közösségéből is megszeretik a szalont a látogatók. Biztos vagyok benne, hogy mi azon vagyunk, hogy olyan környezetet igyekezzünk teremteni, mint ahogy a MOM kulturális központ ezt kínálta a látogatóknak is, magának ennek a különleges eseménynek. A kulturális szalon a kiállítások, irodalmi, színházi és zenei rendezvények mellett januártól egy új sorozattal is várja a látogatókat, a Kultúra melegít címmel. A programok minden hétköznap reggeltől délután 4 óráig zajlanak a szalonban, valamint a Lóvas út kulturális és rendezvényközpontban. A szervezők célja, hogy a kultúra valamennyi területe szerepeljen a kínálatban. Lesznek beszélgetések, többek között helytörténeti, művészettörténeti beszélgetések, lesznek kíváncsikata előadások, műpa HD vetítések, tehát az irodalom, a tudomány, az ismeretterjesztés, a zene világában, a művészetek világában fogunk majd közösen utazgatni itt a hideg hónapokban, bízva abban, hogy sokan élnek ezzel a lehetőséggel, hogy itt testben lélekben melegedni fogunk. Menyhárt Éva arra számít, hogy az új programoknak köszönhetően új látogatói is lesznek a kulturális szalonnak. Regisztrációra egyelőre egyik rendezvény esetében sincsen szükség. A Nemes Nagy Ágnes terem fog elsősorban ennek a projektnek, ennek a programcsoportnak helyet adni, ahol délelőtt elsősorban kisebb mozgásórák, kisebb beszélgetések, kicsit ilyen kerekasztal beszélgetés jelleggel ilyen tereferék fognak zajlani, a délutáni órákban pedig lesznek vetítések. Meglátjuk, hogy hogyan működik, milyen lesz rá az igény, mi az, amit a látogatók jobban szeretnek, mi az, amit jobban látogatnak. Eleve a szalon működésére is jellemző, hogy a látogató képére formáltuk. A már megszokott rendezvényekről és a most induló programokról a Kulturális Szalon honlapján találnak további információkat. Önök a Budai Híradót látták. Műsorainkat a Hegyvidék Televízió honlapján is megtekinthetik. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!